Vág folyó partjáról áttekintve az ökörgázlón, előttünk áll a híres neves Pöstjéni fürdő. A gyógyítást szolgáló épületek, a sétákra tervezett kies parkok, no meg a hajdani közönség kényelmére épült fogadók, panziók, Pöstjénben és Trencsén-Teplicben sok tekintetben ma is az egykori felvidék leghíresebb fürdőinek világát, a 19. és a 20. század fordulóját idézik itt, Szlovákiában. Szólnak még a fürdőhelyeken oly divatos monarchiabeli melódiák is, igaz már nem a korabeli fából ácsolt zenepavilonok alól, de azért némileg hasonlóképpen, mint annak idején. Fürdőhelyi utazásunkat kezdjük itt, Pöstjénben, ahol csak úgy, mint egykor, hetente egyszer gépek zaja veri fel a Vág kanyarulatának csöndjét. A gyógyító iszapot bányásszák itt, a folyó mélyéről, amit a mélyben fakadó források vizével vegyítenek, majd egy évig érlelik. Ahogy a hajdani úti könyvek írták, nem a pompa, nem a fényűzés emelték ezt a fürdőhelyet nagy jelentőségűvé, hanem kénes forrásaiban és különösen az iszapjában rejlő rendkívüli gyógyerő, amelyhez fogható kevés van Európában. E természeti kincs jótékony hatását az emberek már régen ismerték. Sokan gödröket vájtak, és e forró dagonyában gyógyítgatták fájós tagjaikat. Pöstjén és környéke itt a Vág partján sokszor cserélt gazdát. 1720-ban a király az erdődi grófoknak ajándékozta ezt a területet, Galgóccal együtt, ahol a család várkastélya áll. Pöstjén szempontjából Erdődi József nevét a legfontosabb megjegyeznünk, aki a családból először ismerte fel a közeli fürdő jelentőségét. A 19. század első évtizedeit idéző képeket nézve azt látjuk, hogy még alig áll valami a ma már nagy kiterjedésű fürdővárosból. Erdődi 1820 és 22 között emeltette ezeket az épületeket. A több részből álló klasszicista Napóleon fürdő ma is a gyógyászat központja a fürdőszigeten. A mind kedveltebbé váló fürdőnek köszönhetően a szigettel szemben a Vág partján Pöstjén község is gyorsan növekedett, és a 19. század végére megkapta a városi rangot. Különösen felgyorsult mindez, amikor Winter Lajos vette bérbe Pöstjént a hozzátartozó fürdővel együtt. Én nagyon büszke vagyok Winter Lajosra, aki a nagyapám volt. Hiszen ő építette ki szinte az egész Pöstjént, amely addig eléggé elhanyagolt falu volt. Nem volt csatornázva, és akkor még alig ha volt nevezhető városnak. Winter Lajos kezdeményezte, hogy az épületek alapozásakor ezeket a munkákat is elvégezzék. Egyre inkább foglalkozott a gondolattal, hogy megszerzi a város bérleti jogát, mert nagy fantáziát látott a fürdőhely fejlesztésében. Úgy, hogy végül Erdődi gróffal, akinek a gyógyfürdő addig a tulajdonában volt, 1889-ben megkötötte a bérleti szerződést, jókora felelősséget vállalva magára. Winter elsőként egy munkáskórházat épített, amely olcsón, szociális alapon fogadta a betegeket, és az első ilyen fürdőintézmény volt Európában. Ezen kívül sok más vendéglátásra alkalmas helyet teremtett. A híres iszaphoz a betegek továbbra is a Napóleon fürdőben jutottak hozzá. Winter egyik első lépése az volt, hogy nekilátott az akkor már eléggé roskatag épület felújításának. A fakádakat márványkádakra cserélték, némely egyszintes épületre emeletet húztak, ahol jónevű doktorok dolgoztak, és komoly orvosi ellátásban részesítették a betegeket.
Pöstjén egyik jelképének, az öreg víztoronynak tövében lassan véget ér a mára esedékes iszaphalászat. A munka az iszap konyhában folyik tovább. Itt tisztítják és keverik az anyagot az ugyancsak igen dús, kéntartalmú forró vízzel. Az iszapot, amely ekkor már közel 60 fokos, nem melegíteni, hanem inkább hűteni kell, mielőtt szorgos kezek a beteg testrészre helyezik. Így volt ez hajdan, és ez a természetes gyógymód semmit sem változott. Ez a környezet szinte hamisítatlanul idézi a 20. század első éveinek stílusát, amikor az addigi épületek köré újabb fürdőházakat emeltek. Az egyik legszebb emlék 1912-ből származik. Az Irma-fürdő kupolás tömbje már akkor igen korszerű módon összeépült a mellette lévő fürdőszállóval. Az így létrejött gyógycentrum ma is remekül szolgálja a balneoterápia céljait. Pöstjénhez mindig sokak reménye kötődött. A mankóját széttörő és gyógyultan távozó páciens valósággal a város jelképévé vált. A fürdőt a szállóval összekötő folyosón más emlékekkel is találkozunk. A monarchia idejéből származó magyar, német és a növekvő idegenforgalmat jelző más nyelvű, mívesen megrajzolt plakátok arra utalnak, hogy már akkor is serényen dolgoztak a reklámszakemberek. A súlyosabb betegeket szállító hordszék és a kocsit húzó infanterista még a fürdőpoharakra is rákerült, amelyekből hajdan sik volt az ivókúrára rendelt pöstjéni büdös vizet inni. Egy 19. századi úti könyv szerint a pöstjéni fürdőpark 80 hold kiterjedésű, ahol a fürdőhelyi utazók, légyen betegek vagy egészségesek, 100 esztendős hársak alatt üldögélhetnek. Akárhogy is, a barométert biztos mind kíváncsian lesték, úton a fürdőszigetről a város mind jobban kiépülő főutcája a népszerű korzó felé. A még falusias Pöstjénben sokáig csak egy komolyabb szálloda volt. Ez, ahol a mai fürdőigazgatóság található. De a fürdő bérlői, Winterék megtettek mindent, hogy meghozzák a vendéglősök, fogadósok kedvét. Ebben a házban, amelynek egy része ma is panzióként működik, sok minden emlékeztet a város mentorára, Winter Lajosra és a család későbbi életére. Tobolnás povodni dom. Ez volt a szülői ház, ahogy nevezték a Veres villa. Pöstjénben akkor 1890-ben ez volt az első többemeletes ház. Most én lakom benne. Apám tulajdona volt, Winter nagyapától örökölte. Apám fürdőorvos volt és Budapesten járt egyetemre, ahol 1923-ban végzett. Winter Lajos, a nagyapám, sok nevezetes házat építetett a városban. Közöttük volt a Kurszalon, ahol ma múzeum van. Ez annak idején a vendégek szórakoztatására épült. Étterem, zeneterem volt. Amilyen annak idején szinte minden komoly fürdőhelyen létezett. Nagyapám bővítette a régi fürdőszállót. Belül hasonló stílusban alakították ki, mint ahogy azt például
a Kurszalommal látjuk. Egyébként sokáig az volt az egyetlen pöstjényi hotel. A Termia szálló 1910-ben épült. A fürdő tulajdonosai, az erdődi grófok, ugyanis belefoglalták a bérleti szerződésbe, hogy Winterék, mint vállalkozók és bérlők, kötelesek egy igazi modern nagyszállót létesíteni. Ez lett a Termia Palace, amely nagy feltűnést keltett egész Európában. Főrangú vendégek, sőt, uralkodók is jártak ide. 1917-ben például itt tanácskozott II. Vilmos német császár, Károly osztrák császár és magyar király, és a bolgár cár. Gyógyhatású termálvízünk és a gyógyiszap olyan kincsek, amelyek megalapozták Pöstjén világhírnevét. Mozgásszervi megbetegedésekben szenvedő betegeket gyógyítunk, és a terápia során szinte mindig alkalmazzuk az iszapkezelést és a gyógyvizet. A víz ásványi anyag koncentrációja igen magas, 1 liter mintegy 1500 mg ásványi anyagot tartalmaz. Ami az iszapot illeti, azt helyileg olyan testrészeken alkalmazzuk, ahol a beteg leginkább panaszkodik a fájdalomra. Az iszap egyrészt termikus hatású, tehát már meleg hőmérsékletével is jótékonyan hat, ugyanakkor elsősorban biokémiailag befolyásolja a betegséget, hiszen a nálunk található iszapban olyan anyagok vannak, amelyek hozzájárulnak a gyulladásos folyamatok visszaszorításához. Egyébként ez az iszap úgy alakult ki, hogy a csapadékvíz a vágmenti dombok talaját bemosta a folyó holtágába, amelynek alján, mint ismeretes, meleg ásványvízforrások találhatók. Ezt a két tényezőt, az iszapot és a vizet használjuk a gyógyításban. Természetesen vannak olyan vendégeink, akik megelőző jelleggel kívánnak tenni egészségük érdekében, és ezért jönnek ide. Az itteni gyógyiszap és a víz az ő javukat is szolgálja. Ha képzeletben tovább indulunk a Vág völgyében, úgy Pöstjéntől, szlovák nevén Piestjánitól 50 kilométerre, egy másik híres fürdőhelyet találunk. Mielőtt azonban Trencsén-Teplicbe érnénk, vessünk egy pillantást a trencséni várra, amely méltóság teljesen magasodik a folyó fölé. Idebent szinte minden a vár hajdani gazdáira, a zápolyaiakra, majd az illésházi grófokra emlékeztet, akik több évszázadon át a vidék urai voltak. Uradalmukhoz tartoztak a közeli Trencsén-Teplici források is. Igaz, Trencsén szabad királyi város fölött nem rendelkeztek, de a környékbeli falvak közül szinte mind őket gazdagította.
Ide lent a városban, az egykori vármegyeháza termeiben, a Trencséni Múzeumban találkozunk Illésházi István portréjával. A gróf 1835-ben eladta birtoka jelentős részét, így a gyógyfürdőt is, ahová most utunk tovább vezet. Egy régi legenda úgy mondja, hogy itt, a vágvölgyi erdőségekben egy sántikáló juhász meleg posványra bukkant, amely egy csapásra meggyógyította. Itt az illésháziak, majd utódjaik a pöstjéni fürdőhöz hasonló és azzal igencsak konkuráló gyógyhelyet építettek ki. A történelmi tények és a régészeti leletek arra utalnak, hogy a föld alatt megbúvó, áldást hozó forrásokat már a rómaiak is jól ismerték, de a virágkor persze itt is a monarchia évtizedeire esik. Az érkező vendéget szebbnél szebb villák látványa várta. Ezekből a házakból szerencsére máig megmaradt néhány egységes épület együttes. Török világ Trencsén teplicben. A hamám, ahogy ezt a fürdőt a keleti gőzfürdőkről nevezték, a 19. században épült, ebben az akkor igen kedvelt stílusban. Az idő tájt Trencsén teplic már egy görög származású bécsi bankár, Simon Szina tulajdona volt. A bankár lánya, Ifigénia építette a morfürdőt, amelynek makettjével előzőleg a párizsi világkiállításon találkozott. Ifigénia a prágai Franz Smolancot, az egyiptomi alkirály udvari építészét bízta meg, aki megvalósította a lány álmát. Teplicben a víz mindig egyenletes 40 fok közeli hőmérsékleten van, ezért a maga természetes állapotában használható fürdésre. Így van ez a hamámhoz tartozó medencében is, amely az öt forrás egyikére épült. Nálunk a mozgásszervek degeneratív megbetegedéseit kezelik. A betegek például balesetek, sérülések után jönnek hozzánk rehabilitációra. Legtöbben vannak azok, akik reumában szenvednek. Az évek múlásával ilyen problémái szinte mindenkinek vannak. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a forrás nálunk a medencék alól tör fel. Ezért a vizet nem kell sem hűteni, sem melegíteni. Ez igen ritkán fordul elő. Úgy tudom, összesen 3-4 ilyen fürdőhely létezik a világon. Ez azért fontos, mert ha már hozzá kell nyúlni a vízhez, azzal megváltoztatjuk kémiai összetételét, például az oxigén tartalmát. Tehát nagyon jó, hogy nálunk valójában a forrásvízben fürdenek a betegek, amihez sok más kezelés is járul. De a fürdés igen fontos, mert a vízben kisebb a terhelés a testen, a térden, a csípőn vagy az ízületeken. Ami hat, az a meleg, a kén és a többi. Ez, mint egy gumiharisnya nyomást gyakorol a lábban futó vénákra, aminek hatására az ödémák felszívódnak. Könnyebbé válik a mozgás. Úgyhogy a beteg vízitornát is végezhet. Az épületeinkben lévő medencék hőfoka 37 és 40 fok között van, úgyhogy meghatározhatjuk, mely betegnek milyen hőmérsékletű és összetételű forrásvizét ajánljuk. A kastélynak nevezett épületben az illésháziak személyes vendégeiket fogadták.
amikor a bécsi bankár Szina megvette a fürdőt, nagy építkezésbe kezdett. A Szinaház, majd a később épült Három Szív fürdőhotel a módosabb páciensek szálláshelye volt. Itt is igen sok híresség járt. Teplicet különösen kedvelte, és a Kárpátok gyöngyének nevezte Jókai Mór. De a kevésbé nevezetes vendégek is lelkesen küldözgették haza fürdőhelyi üdvözleteiket. A séta hajdan is gyakran vezetett a parkokba és az idilli Baracska tóhoz. Itt ki lehetett pihenni a kezelés fáradalmait. Akkor, amikor a Kárpát-medencei fürdőkultúráról beszélünk, akkor mindenképpen szólnunk kell arról, hogy a 19. század elejétől kezdve a közlekedés forradalmi fejlődésével együtt járt az idegenforgalom, a belső turizmus fejlődése is. Igazi fejlődés akkor történt, amikor a Kárpát-medencében elkészültek az első vasútvonalak. Az ország északi részén lévő turisztikai helyeket az 1871-es Kassa-Óderbergi vasútvonal, majd az 1884-ig elkészült Vágvölgyi vasútvonal Zsolnáig köti be az országos közlekedési vérkeringésbe. Ehhez épültek olyan fürdőhelyekhez irányuló kisvasutak, mint például a Hőlag és Trencsén-Teplici kisvasút, ami a Vágvölgyi vasutat kötötte össze Trencsén-Teplici fürdővel, és addig százak utaztak egy fürdőhelyre, most már ezrek utaznak. Lépjünk egy nagyot térben és időben. Térjünk vissza Pöstyénbe, ahol már az 1920-as, 30-as éveket, egy szóval a csehszlovák korszakot idézzük. Pöstyén fürdőváros fejlődésének második korszaka a két háború közötti időszakra esett, amikor további értékes épületek sora jött létre. Az akkori időkből származó műemlékek közül az egyik legjelentősebb Emil Behus építész alkotása, a Vág folyót átívelő fedett kolonád, egy üvegből és betonból épült híd. Ebben az időben modernizálták a város tereit, utcáit. Több funkcionalista idegenforgalmi létesítményt is emeltek, köztük olyan hoteleket, mint az Éden vagy az Excelsior szálló, amit egyébként később átneveztek Jaltára. Továbbra is fontos kulturális szerepet kapott a múzeum. Alapítását még a bérlő Winter család kezdeményezte. Winter Imre a Pöstyéni Múzeumi Társaság elnöke volt. Winterik tudták, hogy a vendégek bizonyos kultúrára, tájékoztatásra is várnak, és biztosítani akarták, hogy megismerhessék a régió és a pöstyéni fürdő történetét. Száz évvel ezelőtti emlékek és a közelmúlt épületei. Vegyes a kép. Sok minden eltűnt, megváltozott vagy átalakult az idők folyamán.
de a régi nyarak hangulatából egy és más megmaradt. Ezért hát úgy hisszük, a két nagymúltú hely, Pöstjén és Trencsén Teplic, talán nem csak a hajdani utazónak, de nézőinknek is megért egy kiruccanást.